Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tolna vármegyei önkormányzat alakuló ülése. Elnököt és 3 alelnököt választottak. Borfesztivál. Megtelt a tér Dombóváron. Alakuló ülés Bátaszéken. Folytatják a megkezdett munkát. Teltházas előadás. Az idősek világnapját ünnepelték Faddon. Hivatalosan is megalakult az új önkormányzati ciklus Tolna vármegyei önkormányzatának közgyűlése. Az alakuló ülésen a képviselők elnököt és alelnököt választottak. Kölesden tartotta meg alakuló ülését a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlése. A vármegyei önkormányzatban június 9-én a választók 11 kormánypárti, 2 Mi Hazánkos, 1-1 DK-s és Momentumos képviselőnek szavaztak bizalmat. Az alakuló ülésen a képviselők Orbán Attillát, a korábbi ciklus alelnökét választották meg a közgyűlés elnökévé. Én alelnökként is nagyon fontosnak tartottam a településekkel való személyes kapcsolattartást, és most is ezzel szeretném kezdeni, hogy végig látogatom az összes települést, mind a 109 települést. Sok településen új polgármester van, meg akarok ismerkedni az új polgármesterekkel, a régiekkel, át akarjuk beszélni az eddigi fejlesztéseket, amit közösen eszközöltünk, és meghatározni az irányokat a következő ciklusra mindannyiunk számára. Az önkormányzat feladata, hogy a vármegye valamennyi települését segítse céljaik elérésében. Azon túl, hogy nekünk a fő feladatunk a terület és település fejlesztés, van egy önként vállalt feladatunk is, amit még talán a terület és település fejlesztésnél is fontosabbnak tartunk, ez pedig a közösségek fejlesztése, hiszen igazából mindent az emberekért, a közösségekért kell tegyünk, és minden fejlesztés a közösségeket, az embereket kell figyelembe vegye. A közgyűlés alelnököket is választott, szám szerint 3-at. Zsikó Zoltán korábbi alelnök továbbra is marad ebben a pozícióban főállású alelnökként, társadalmi megbízatású alelnököknek Bíró Marcelt és Vizin Balázst szavazták meg. Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszönetet mondott azoknak a választóknak, akik június 9-én elmentek szavazni. Természetesen azoknak még inkább, akik egyébként a megyei listák valamelyikére is szavaztak, különösen azoknak, akik a Fidesz-KDNP listáját támogatták, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy történelmi sikert értünk el, hiszen eddig a 15 fős testületben, közgyűlésben 10 helyünk volt, ez mostantól 11-et jelent. Úgyhogy sikerült még jobb eredményt elérnünk, mint 2019-ben ez. Azt feltételezi, hogy nagy bizalommal fordultak irányunkban a Tolna vármegyei szavazók, és ezt a bizalmat meg kell nekünk szolgálnunk. Orbán Attila elnöki pozícióban az előző önkormányzati ciklushoz képest Fehérvári Tamást váltja. Idén 3. alkalommal tartották meg a Dombóvári Borfesztivált. Az esemény Domborfest néven hirdették meg. A szervezők környékbeli borászokat invitáltak a rendezvényre. Megtelt Dombóváron a művelődési ház előtti tér szórakozni vágyokkal. A rendezésben mi minden évben a Kertbarát Egyesület és a Német Önkormányzat hatatos közreműködése kellett. Azt gondolom, hogy ilyen nagy tömeg előtt még soha nem készült a nyitány, hiszen a kaposvári rockszínház úgy látom mindenkit idén vozott már a nyitásra. Ezt követően is azt gondolom, hogy a borhoz illő kulturális műsorok fognak következni, magyar énekes, magyar nóta, és remélem, hogy a bor, mámor az utcabálig itt tart mindenkit, és 8-tól évfélig egy utcabálra zárjuk a mai napot. Én jó szórakozást kívántam nyitó beszédemmel mindenkinek, és megmutattam, hogy kell kocintani barátunkkal, és Isten éltessen mindenkit Dombóvár Fesztiválon. A környék inkább fehér borokban jeleskedik, de kóstolhattak a vendégek sillert, rozét és vörös borokat is. Mi tulajdonképpen, ugye, mint Kertbarát Egyesület, zöldséggel, gyümölcsel foglalkozunk elsősorban, de ezek a munkák sokkal jobban esnek, hogyha a nehéz munka közben nem vizet kell inni, hanem akad egy kis bor is, és ez úgy az igazi, hogyha az ember a saját maga által megtermelt szőlőből készült bort fogyaszthatja,
és így egyre jó, és egy kicsit eltolódtunk most a bor irányába, és miután ez a mai este ugye elsősorban a borról szól, hát mi is meghívást kaptunk, hogy részt vegyünk ezen az eseményen. A téren felállított nagy színpadon 6 előadó, illetve társaság fergeteges hangulatot teremtett a dombóváriaknak. Kis híján tragikus baleset történt az M6-os autópályán Paks térségében vasárnap délután. Egy 27 éves aparhanti nő vezetés közben elaludt, majd szalagkorlátnak ütközött. A nő miután észlelte az ütközést, balra kormányozta a járművét, áttért a haladó sávba, ahol neki ment egy szabályosan közlekedő pótkocsis kis teherautónak. A vétlen jármű a két pályatestet elválasztó szalagkorlátnak csapódott, miközben a vontatmány, amelyen egy autót szállított, leszakadt. A pótkocsi a haladó sávban felborult, míg a kis teherautó a pályatesteket elválasztó szalagkorlátot átszakítva a Budapest felé vezető pályatesten oldalára borult. A balesetben a vétlen sofőr és utassal, valamint a balesetet okozó nő könnyebben sérültek meg. A hétvégén több Tolna vármegyei településen is szüreti mulatságokat rendeztek. Zomban szombaton vonultak fel a helyiek, majd ezt követően a római katolikus templomban tartottak szentmisét. A Tamási járásban található Gyönkön is megcsodálhatták a helyiek a lovasokat, a fogatosokat, táncosokat. Decsen és Kakasdon szintén a hétvégén ünnepelték a szüretet. Harmadik lett az olaszországi korosztályos karate világbajnokságon Hefner Zsófia, a Bátaszék Sportegyesület karate szakosztályának fiatal versenyzője. Zsófi kazah, montenegrói, kanadai és amerikai ellenfelek legyőzésével jutott az elődöntőbe, ahol egy japán lány tudta megállítani. Ezt követően a portugál bajnokkal harcolt meg a harmadik helyért, akit végül 11-3 arányban múlt felül, így a bátaszéki tehetség világbajnoki bronzérmes lett. Megalakult a 2024-2029-es önkormányzati ciklus képviselőtestülete Bátaszéken is. A képviselők letették esküjüket, majd alpolgármestereket is választottak. A testületbe az egyéni listás képviselők közül 6 független és 2 kormánypárti jelölt jutott be. A város továbbra is Bozsolik Róbert vezeti. A magyar nemzet javára gyakorolom. A június 9-én megválasztott bátaszéki képviselők is letették hivatali esküjüket. Az újonnan felálló képviselőtestület tagjai közül 3 első alkalommal kaptak bizalmat, míg 5 több ciklus óta részesei a város vezetésének. A alakülülésen néhány mondatban a következő 5 esztendőre vonatkozó program ismertetésére is sor került. Itt felvázoltam azokat az elképzeléseket, amelyek már a választási kampány során elhangzottak. Igyekszünk ennek mentén megvalósítani minden olyan elképzelést, amit célul tűztünk ki magunk elé. Sajnos lesznek olyan külső tényezők, amelyek esetleg ezt befolyásolni fogják, de mindent el fogunk követni, hogy maradéktalanul tudjuk megvalósítani az elképzeléseinket. Alpolgármestereknek ismét Somosi Szabolcsot és Kemény Lajost választották meg. Én elsősorban a kultúra területét fogom képviselni, meg a nemzetközi kapcsolatokat, de hát azok sem pénzfüggetlenek, tehát mindenféleképpen úy gondolom, hogy szükséges Bátaszéken a fejlődés. Somosi Szabolcs úgy fogalmazott, a városvezetésben már több ciklus óta egy fiatalosabb útirányt követnek, így tesznek majd a következő 5 évben is. A városnak a komfortfokozatát, a lakhatási élményét megtartani, illetve olyan irányba fejleszteni, hogy fiataljaink ne menjenek el, próbáljanak meg nálunk maradni, itt lakni, köztünk élni, és hát nyilván az ipari park annak az esetleges további fejlesztésével, egyéb munkalehetőségek megteremtésével még a munka lehetőségek számát is növelni Bátaszéken. A képviselők az alakuló ülésen létrehozták a pénzügyi és gazdasági, a közművelődési és a szociális bizottságokat. Szombaton ismét ezüstérmet szerzett a Kínában zajló kajakkenu szuperkupán a paksi maratoni kajakozó Kiszli Vanda. A 400 000 dollár összdíjazású meghívásos viadalon a paksi sportolót ismét a svéd Melina Andersson utasította maga mögé. A két klasszikus taktikus csatát vívott, déltávnál már teljesen leszakították a mezőny többi tagját, egymás között pedig a végére hagyták a döntést. Vanda a pénteki rövid körös verseny után így második ezüstérmét szerezte meg Kínában.
96-84 arányban nyerte meg az új bajnoki szezon első hazai mérkőzését a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata az újonc Dávid Kornél kosárlabda akadémia együttese ellen. A szekszárdiak a pontvadászatban 4 mérkőzésből 4-et nyerve tovább őrzik eddigi hibátlan mérlegüket. A vezetőedző Magyar Bianka szerint azonban a védekezésükkel az első negyedet kivéve nem lehetnek elégedettek. Először 1991-ben rendezték meg az idősek világnapját. Faddon is ezen apropóból jönnek össze évről évre a szépkorúak. A szervezők az idén is remek műsorral kedveskedtek nekik. Minden év ezen időszakában meghívják a faddi és dombori szépkorúakat ünnepelni. Először polgármesteri beszéddel köszönti Bardács József az egybegyűlteket, majd előadó művészek szórakoztatják őket. Az idén Tihanyi Tóth Csabát és Bognár Ritát hívtuk, aki Szenesi Várestet fog előadni a szépkorúaknak, és hát utána itt az aulában vendég is látjuk a szépkorú faddiakat. Ez minden évben egy jó hangulatú program. Én bízom benne, hogy most is meg fog telni a színházterem, és egy mindenki jó kedvel fog innen majd hazatávozni. Bordács József hozzátette, hogy a mai felgyorsult életmódunkban sokkal többet kellene egymással és idősebb családtagjainkkal foglalkozni. Nagyon sokat köszönhetünk a szépkorúaknak, hiszen mind az országunkat, mind a településünket is gyakorlatilag nekik köszönhetjük, hiszen ők építették fel, és a maiaknak, illetve a jövő nemzedékeinek ezt kutyakötelességük őrizni, illetve továbbfejleszteni és továbbvinni. Nagyon szomorú sajnos, hogy a mai felgyorsult világunkban a generációk közötti kapcsolattartás sajnos egy kicsit ellazult. Én azt gondolom, hogy ezért sokat kell tegyünk mi fiatalok is, és meg kell próbáljuk egy kicsit legalább visszahozni azokat a régi szép időket, amikor a családok és a szűkebb és tágabb családok sokkal többet együtt voltak. A gyorsan öregedő világunkban sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával az idősek, amiért hálásak lehetünk. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Újrahasznosítás, foglalkoztatás, kreativitás. Különleges ékszerek a megváltozott munkaképességűektől. Tovább tanulási lehetőségek. 8-osok látogattak a pécsi gimnáziumba. Fejlesztő óvoda és iskola Marcaliban. Egyedülálló intézmény az országban. Ékszerek ipari hulladékból, számítógép alkatrészekből készítenek testdíszeket Pécsen. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását tűzte ki a Máltai Szeretett Szolgálat cége még évekkel ezelőtt. A használt, kiselejtezett PC-k bontásából született később az ékszerkészítés ötlete, amiért több díjat is kaptak már. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában a Design Pécs 2024 keretei között mindenki kipróbálhatta a díszek készítését. Ékszer készült a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai termében, ahol a rekreáció műhelye mutatkozott be a Design 7 esemény sorozatán. Az érdeklődők kipróbálhatták a különleges dísztárgyak készítését, amit a Máltai Szeretett Szolgálat cégében megváltozott munkaképességű emberek készítenek. Használt elektronikai berendezések alkatrészeit ből kreatívan készítünk ékszereket, kulcstartókat, soralátéteket, nem tudom, igyekszünk női, férfi dolgokat is kitalálni, úgyhogy csak a fantázián múlik, hogy ki mit készít belőlük. Évekkel ezelőtt indult az a tevékenység, amiből mára ékszerkészítés, dísztárgyak alkotása lett. 9 éve jött létre egy kis műhely, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására, és elektronikai eszközöket bontottunk, úgyhogy maga az ötlet igazából innen indult, hogy ott volt ez a rengeteg mindenféle bontott alkatrész, ami nagyon jól kinéző dolog volt, és akkor abból kezdtem el így készíteni, gondolkodni ékszereket, és már 7 éve igazából a rekreáció ékszercsalád így létrejött, és akkor azóta folyamatosan mindenféle újítással, ötlettel, mindig új kollekcióval jelenünk meg. Tevékenységüket díjakkal is jutalmazták. 2 díjat is nyertünk, egyet 2020-ban
az Innovációs és Technológiai Minisztérium első díját nyertük el, illetve most az Iparkamarának volt egy pályázata, és ott pedig egy innovációs külön díjat nyertünk ezzel a különleges ékszere, például ami most itt a nyakamban van, ez egy használt számítógép alaplapjából kivágott kis szívecske. A Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Pécsi üzemében 25 embertársunk kap lehetőséget, hogy értékes munkát végezve megújítsa életét, tudtuk meg a rekreáció oldaláról. Az általuk készített tárgyakból láthatnak egy kiállítást a helyi iparkamara épületében október végéig. Az idén felvételiző 8-osoknak fontos döntést kell hozniuk a gimnáziumok vagy a szakképzőiskolákkal kapcsolatban. Akik németül szeretnének tanulni, idén is meglátogathatták a pécsi Koch Valéria gimnáziumot. A nyílt nap során az iskolát és a kollégiumot is bejárhatták az érdeklődők. A nyílt nap helyszínén is sokan iratkoztak fel a programokra a pécsi Koch Valéria gimnázium kollégiumában. Idén is sok szeretettel várták az érdeklődő általános iskolás diákokat és szüleiket. Egy rövid ismertető után a gyerekek a tanórákra is beülhettek. Az idén felvételizőknek az iskola tart egy felvételi előkészítő kurzust is, emellett azok a diákok, akik gyengébbek németből, jelentkezhetnek egy nyelvi előkészítő osztályba, ahol egy év alatt felzárkóztatják őket. Iskolánk profilja a német nemzetiségi két tannyelvű oktatás. Várjuk mindazokat a diákokat szeretettel Pécs városából, a nemzetiségi iskolákból, illetve Baranya, Tolna megye nemzetiségi iskoláiból, akik a középfokú oktatásban, nemzetiségi középfokú oktatásban szeretnének részt venni. Remélem, hogy szép számmal lesznek érdeklődők, és be tudjuk mutatni iskolánkat, mindazt az ajánlatot, ami nem csak a német nyelv és kultúra ápolását és a német nyelv magas szintű oktatását jelenti, hanem minden mást, amit az intézményünk nyújtani tud. Aki szeretne németül tanulni, annak mindenképpen érdemes a Koch Valéria gimnáziumát is megnézni, hiszen az iskola egyik legfontosabb célja, hogy a diákjai magabiztosan és választékosan tudják használni a német nyelvet. Nagyon tetszik. Első pillanatban, amikor megláttam, mondom, én nagyon szeretnék idejönni, tényleg tele van lehetőségekkel, és minden, amit elmondtak róla, az nagyon jól hangzik, és tényleg nagyon szimpatikus volt minden. A nyílt napon reggeltől egészen estig vártak különböző bemutatók, beszélgetések és játékok az érdeklődőket, sőt, az igazán vállalkozó szelleműek a kollégiumba is eltölthettek egy estét a színes programok után. Több mint 400 millió forintból újult meg és bővült a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Marcali Fejlesztőiskolája. A gyerekek új csoportszobákkal, kiszolgáló létesítményekkel gazdagodtak, illetve elkészült egy 8 fő befogadására alkalmas fejlesztő óvoda is. Az lesz a feladat, hogy a te maradjon benne a pohárba. Oké? Okay. Új csoportszobáikban 10 óra íznak a gyerekek a Marcali Fejlesztőiskolában. Az intézményt 2018-ban vette át fenntartóként a Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítványa. Azonban az gyorsan kiderült, hogy a 24 gyermek számára már nem elegendő és megfelelő a régi épület. Kinőttük az épületet nagyon hamar, 24 nebulóval költöztünk be, szűkek voltak a folyosók, nem volt elég mosdó, tehát hogy kicsik voltak a csoportszobák a kerekesszékeknek, sokszor 3 kerekesszék egy 10 négyzetméteres helyiségbe, tehát nem volt megfelelő, és fenntartónk látta, hogy ez egy olyan állapot, amin változtatni kell, és szerencsére nagyon jó szemmel és nagyon jó szívvel állt meg mellénk, és így az iskola alapítvány finanszírozásában elkezdődhetett ez az építkezés tavaly előtt, és most augusztusban került átadásra, tehát szeptember 1-jében az új tanévet már itt tudtuk kezdeni, és az a nagyon nagy dolog, hogy nem csak iskolánk van, hanem egy óvodával is bővítettük az épületünket, úgyhogy egy óvoda és egy fejlesztő iskola kapott itt helyet most. A teljes beruházás 411 millió forintba került, és az iskola alapítvány saját keretéből biztosította az összeget. A régi épület felújítása mellett egy 3-szor akkora új épület is helyet kapott. Itt nagyon kis létszámú csoportokban történik sérült gyerekeknek a nappali ellátása. 3 csoportszobát hoztunk az iskolás gyerekek számára létre, illetve egy óvodai csoportnak a
elhelyezésére biztosítottunk új területet, illetve az ehhez szükséges kiszolgáló helységeket építettük meg, mint tornaszobát, irodákat, fejlesztőszobát, logopédiai szobát és az egyéb szükséges szociális helységeket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országosan 20 iskolát és óvodát üzemeltet, de ilyen speciális fejlesztő óvoda és iskola csak Marcaliban van. Bár igény lenne rá, a segélyszervezet egyelőre nem tervezi újabb fejlesztő intézmény létesítését. Most nagyon boldog vagyunk, hogy itt Marcaliban megvalósult ez a felújítás és bővítés. Ugye az iskola létszáma is bővült itt Marcaliban. Óvoda eddig nem volt, tehát az egy új intézménytípusunk, ugye 8 fős óvoda, fejlesztő óvoda az, ami itt létesült, úgyhogy most a következő időszak feladata az, hogy tényleg belakjuk ezt az épületet, hiszen egy ilyen épület átadás az nem valaminek a vége, hanem inkább valaminek a kezdete, hiszen most vették birtokba a gyerekek, pedagógusok, úgyhogy a munkaszínvonalát szeretnénk ezáltal is javítani. Az intézményben jelenleg 5 óvodás és 24 iskolás korú gyermek éli a mindennapjait. A fejlesztő óviban már most várólista van, de azt, hogy kikerülhet az intézménybe, a Vármegyei Szakértőbizottság hivatott eldönteni. Ezek voltak Tolna Vármegye hírei. Tolna Vármegyei önkormányzat alakuló ülése. Elnököt és 3 alelnököt választottak. Borfesztivál. Megtelt a tér Dombóváron. Alakuló ülés Bátaszéken. Folytatják a megkezdett munkát. Teltházas előadás. Az idősek világnapját ünnepelték Faddon. Kedden a hideg, sokfelé párás, foltokban ködös reggelt követően több-kevesebb napsütésben lesz részünk országszerte. Változóan napos, fátyol felhős, szűrt napsütéses, nyugodt, őszi idő alakul ki. Gyenge vagy mérsékelt erősségű, északias légmozgás lesz a jellemző. Éjszaka sem érkezik változás a légköri helyzetben. Hideg lesz a hajnal, sokfelé hűlhet 5 fok alá a levegő. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!